A portfólió konferencián, mint minden alkalommal, szóba kerül a finanszírozás, így a mezőgazdaság finanszírozása. Mennyire finanszírozható 2017 tavaszán a mezőgazdaság? Hogyan állunk ezzel? Az elmúlt évek kedvező fordulata volt a mezőgazdasági vállalkozások a kereskedelmi bankok szempontjából. Kívánatos ügyfélé váltak, és a mezőgazdaság finanszírozása nagyon nagy részarányt tesz ma már ki a kereskedelmi bankok aktivitásából. Ez egy érdekes időszak a 2017 tavasza, hiszen március 31-ével az elmúlt évek egyik legnépszerűbb finanszírozási konstrukciója, az NHP program végleg kivezetése kerül a piacról. Az elmúlt egy évben már csak beruházási hitelként volt szerződhető, az a kedvező lehetőség, hogy tartós forgóeszközhitelként vehették, akár a mezőgazdasági termelők is igénybe, ez már 2016-ban is megszűnt. Ennek a kivezetésnek több hatása is lesz, azonban nem mondhatjuk, hogy ez a hatás drasztikus, hiszen a Nemzeti Bank kamatpolitikája olyan alacsony kamatszintet hozott létre az elmúlt években Magyarországon, ami soha nem látott történelmi mélységekben lökte a bankközi kamatokat, és ma már nem indokolt a növekedési hitelprogramnak a fenntartása, hiszen a bankok saját forrásból ugyanezeket a finanszírozási forrásokat ugyanilyen kedvező kamatszint mellett nyújtani tudják. Érvényes ez egyébként nem csak a mezőgazdasági beruházásokra, hanem érvényes a leasing finanszírozásra is. A leasing termékek esetében nagy részarányt képviselt a növekedési hitelprogram, főleg a mezőgazdasági gépek, eszközök finanszírozásánál. Ezt a forrást is tudják a kereskedelmi bankok, a leasing társaságok részére pótolni, akár fix kamatozású, hosszú leálltó források tekintetében is.